A pénzügyőrzenekar fúvósai által alakított formáció népzenéket adott elő az Almási Kastély parkjában. Műsorunkat a Gyulai Várszínház Free Music Fesztiváljáról szóló közvetítéssel kezdjük. A folytatásban a Körösvölgyi Sokadalom gálájáról láthatják a Berény és a Belencéres táncegyüttest, majd régebbi felvételeink közül válogatunk. Régi vágy a több tagnak a zenekarból, hogy népzenével is foglalkozunk, meg a hagyományőrzést picikét megpróbáljuk a magunkénak érezni. Én személy szerint 10 évig néptáncoltam, és a szaxofonozás és a zenélés mellett mindig a szívem közepe marad a tánc szeretete és a folklór, és hát ezen nem én vagyok így egyedül a zenekarban. Úgyhogy szeretjük is, imádjuk is. Aztán így gondoltuk, hogy miért is ne. Sebesen forog a magyar gőzös kereke, mikor a belseje regrutákkal van tele. Egy barna lezsírva kéri a mozdonyvezetőt, hogy hozza vissza néki a regruta szeretőt. Egy barna elsírva kéri a mozdony vezetőt, hogy hozza vissza néki a regruta szeretőt. Yeah.
Csárdás kis kalapja, nemzeti színszalag lobog rajta, nemzeti színszalag lobog rajta, Kossuth Lajos neve ragyog rajta. Nemzeti színszalag lobog rajta, Kossuth Lajos neve ragyog rajta. 1862-ben felment Garibaldi, thank you.
Thank you.
Thank you.
emlékekkel térnél, egy kicsit elmerenghettünk azon, hogy hogyan nézett ki 200 éve a város, akkor itt, ahol most állunk, ide látszik a vár, itt van mellettünk a kastély, szintén tehetünk egy hasonló időutazást, viszont ez a környezet úgy Isten igazából nem magyarázza meg, hogy miért Szent Miklós nevet kapta ez a terület. Igen, de ha már szó volt a múltról, azért a kastély 1802-ben alakult át ilyenni, amilyenni most, úgyhogy tényleg megint csak 1802-nél vagyunk, ahogy az Erkerténynél is ott hagytuk abba. Ez a kis liget, vagy park, ugyancsak templomtér volt, mert templom van a közepén. Négy templomtér volt valamikor, mondtuk, négy templom volt Gyulán, négy templomtér volt a nép nevében. Más kérdés, hogy hivatalosan bent a íratok között már úgy szerepel, hogy görögkeleti templomtér, nehogy összetévesszék a másikkal. De térképeken templomtérnek nevezünk, látjuk. 1896 megint csak ugye a történelmi időszak, a millenium, amikor elnevezték egy múltról, a régmúltról, Maróti Jánosról, a Macsói báról, meg a földesúrról, a várnak az uráról. Őről beszéltünk a Maróti utcánál, úgyhogy akkor körülbelül elmondtunk mindent róla. Nem egy rossz elnevezés, azért ez talán itt a vár, meg a kastély szomszédság. Szellemes volt nagyon, hogy pontosan a mellette, a egykori tulajdona mellett volt a Maróti tér, úgyhogy nagyon szellemes elnevezés volt kétségkívül. 1958-ban nevezték újra egy másik névre, tudnilik, meghalt Petru Groza, a román államelnök, és valakinek eszébe jutott, hogy róla kéne elnevezni. Most Petru Groza egy román politikus volt, nem tudjuk megítélni, hogy milyen politikus volt, nem is érdekes számunkra, hanem az utolsó 6 évében államelnök volt, és 1958-ban, mint államelnök halt meg, és akkor nevezték el, hogy kinek a kezdeményezésére, nem tudjuk. 1999-ben, hogy miért kellett a Petru Grozát megszüntetni, azt se tudom, hogy miért nem volt jó, minden esetre elnevezték Szent Miklós Parkra. Az utótag, a park tényleg szellemes, mert egy park, nem tér, hanem annál sokkal több. Szent Miklós pedig ismerős, azért szellemes volt az elnevezés, mert mind a keleti, mind a nyugati keresztény egyházban szentként tisztelik el, tehát elfogadja mind a két felekezet, és az ő neve napján jön a Mikulás, ő az a Mikulás, aki jön a gyerekeknek. A középen Szent Miklós templomban, illetve néhány év óta Szent Miklós székes egyház vagy katedrális a neve, úgyhogy ez nem azt jelenti, hogy nagyon nagy templom, mert összesen 33 méteres, tehát a szokásos községi vagy városi templom a nagysága, beszéltünk arról, hogy 50 méteres a Harukkern téli katolikus templom, tehát ez funkciót jelent, nem nagyságot jelent. Azt jelentette, hogy a püspöknek a temploma, ahol ő misélik. Gyuláról néhány évvel ezelőtt egy 30 perces film készült, örömmel hallgattam meg a Duna TV-ben, délután 2-3 óra közül volt, ahol kezdték ugye valahol a kastély környékén és tovább folytatva, és bemutatták a templomot is. A templom bemutatásakor viszont érdekes dolgot hallottam, hogy a gyulai román ortodox egyház 1659-ban alakult. Ez megütötte nekem a fülemet, és utána néztem, gondoltam, hogy honnan való, mert itt volt egy kiállítás néhány évvel korábban, 2000-ben, a különféle egyházaknak az emlékeiből, egyházi tárgyakból, és annak volt egy kiadványa, a Világnak Világa címmel jelent meg a gyulai múzeumnak a sorozatában, a 8. volt ebben a sorozatban, Egyházak a Körösök vidékén. Na, ott találtam meg a következő sort a görögkeleti, pontosabban a román egyházak kapcsolatban. Karácsonyi János 1659-re teszi a gyulai román egyházközség létrejöttének időpontját. Pont. És ott van egy négyes jegyzet, azt jelenti, hogy nézzem meg a négyes jegyzetet, mert pontosan hivatkozik Karácsonyi Jánosra. Csak hogy Karácsonyi János nem ezt mondja. A következőt. Idézem Karácsonyit.
A görög-keletiek első hitközsége 1695-ben keletkezett Gyulán, és első hívei a gyulai vár mellé telepített rác katonák és a törökök idejéből itt maradt rácok voltak. Itt tehát két hiba van a hivatkozásnál, hogy nem 1659-ben, hanem 95-ben írja Karácsonyi, és nem a románokról ír, hanem rácokról, azaz itteni szerbekről. Katonáskodó szerbek voltak a rácok Magyarországon, így nevezték őket. Hát ez megdöbbentő volt, hogy valaki hivatkozik, és nem azt írja, ami benne van, hanem egészen más. Ilyen én 60 éve tanítok történelmet és kutatok, de én ilyennel még nem találkoztam, hogy a jegyzet rossz legyen, más legyen, mint amit írnak róla. Mi ebben a probléma? Az, hogy egy múzeumi kiadvány. Tehát hiteles, tudományos munkáról van szó, amit szétküldenek nem csak Magyarországon, hanem környező országokba is, múzeumokba pontosabban. Tehát vannak társmúzeumok. Azon kívül megveszik az emberek. Írott munkáról van szó, 30 év múlva, 50 év múlva, vagy 100 év múlva is olvassák. Akkor, amikor olvassák, felhasználják. Nem néz mindenki mindennek oda, hogy vajon jó-e, ugye, mint ahogy én utána néztem. Ennek a következménye az, hogy bizony ez meghamisítja a gyulai történelmet, teljesen kifordítják a forrást. Semmi köze a forráshoz, ahhoz a szöveghez, amit csináltak belőle. Ilyet én nem szoktam meg, nem találkoztam ilyen szöveggel. A probléma az, ugye, hogy ezt később használni fogják, és aki nem néz jól utána, már pedig kinéz utána ennyire ilyen apróságnak, így fogja használni, és elterjed, egy teljesen hamis dologról van szó.